Megérkezett a kánikula, de nem lesz tartós. Ebben a meleg időben már is megteltek az orvosi rendelők. A szakember szerint ebben az időben érdemes inkább otthon maradnunk a hűvös szobában, de ha mégis kimerészkednénk, akkor hűsítsünk magunkat tó, illetve folyóparton, és gondoskodjunk szervezetünk megfelelő folyadékbeviteléről. Az orvosok szerint csak a reggeli vagy az esti órákban hagyjuk el a szobát. Hát én amit akarok, kint elvégzek 9 óráig, aztán magyarom oda ki sem megyek. Na mondjuk, ha kell valami apróság, a kertbe egy zöldség vagy egy hagyma, azt kicsupálom, de mindjárt befelé. A légkondicionálóval hűtött helyiségeknél sokan nem tartják be a kinti és benti hőmérséklet közötti 2-5 fokos különbséget. Ez megfázáshoz, légúti megbetegedésekhez, fejfájáshoz, illetve a szervezet sokkolásához vezethet. Azonnal összehúzódnak az erek, vagy azonnali értágulatot okoz, és különösen tehát olyan személyeknél, ahol már egy élelmeszesedett érrendszer van, ahol tehát el van minden meszesedve, ez nem működik, megrepethetnek az erek, érgörcsöz vezethet, egyszerű fájdalomhoz, kellemetlen migrénhez, ami nehezen múlik, vagy megmagyarázhatatlanul csak jelen van. Tehát igenis a hirtelen változás nem jó. A hatalmas hőingadozás, illetve a nagy meleg hatására fejfájás, alvászavar, érrendszeri problémák, vérnyomás ingadozás és még koraszülés is előfordulhat. Igen, bizony megvisel, mert kicsit magas vérnyomásos vagyok, és most éppen máma olyan szédelgős vagyok, és kicsit nehezemre esik, azért is ültem le kicsit pihenni, hogy útközben hazafelé könnyebben hazaérjek. Ilyenkor nagyon megvisel ez a hűhatás. Tehát nem olyan jó a közérzetem, inkább ilyenkor levonulok a tópartra, pihengetek. A nyári forró napokon az étkezésünkre is oda kell figyelni, fogyasszunk minél több idén gyümölcsöt, zöldséget, és kerüljük a nehéz zsíros ételeket.